Sziasztok! A mai videóban egy slime készítő gyárat fogunk nektek bemutatni. Úgy bizony, itt tartom a kezemben ezt a slime készítő gyárat. Egy ilyen kis műanyag tálca gyakorlatilag, és arra kell rápakolni majd minden hozzávalót, és azon keverjük össze a slime-ot, de mindjárt mutatja nektek Mollika, hogy pontosan miből is áll ez a slime gyár. És azért örülünk neki, hogy ezt a játékot most be tudjuk nektek mutatni, mert nagyon sokszor szoktátok kérni, hogy bolti slime-okat is mutassunk be, és mondjuk el a véleményünket, hogy azok szerintünk milyenek. Na most ez egy boltban kapható slime, úgyhogy most itt előttetek fogjuk kipróbálni. Úgyhogy elmondjuk utána őszintén a véleményünket, hogy ez milyen. Én remélem, hogy nagyon jó lesz, mert nagyon izgalmasnak néz ki már most. Szerintem ez jó móka lesz. Na de akkor nézzük, hogy miből áll a csomag. Ez szenzációs, hogy mi minden volt ebben a dobozban. Vannak ebben a játékban ilyen porok, mindenféle színű, narancssárga, kék, neon, citromos neon. Nem kell hozzá ragasztó, egyáltalán semmilyen, csak ez kell, ami a dobozban benne volt, és egy kis víz, és ebből lesz a slime. De van ám itt minden, tehát vannak ezek a porok, ugye, ami a slime alapja, ezt kell majd ide bele tölteni ebbe a kis pohárkába, ráönteni a vizet, beletenni, van itt csillámpor, igaz, Mollika? Mm-hmm. Mondd, mik van itt még? Flitter is van. Ja igen, ilyen szép kis kék. Mm. És majd ebben lehet eltenni. Szóval... Ja, hogy még tároló dobozkák is vannak hozzá. Állati klassz, és oda lehet adni a barátaitoknak esetleg ajándékba, hogyha valakinek a szülinapjára, vagy bármilyen ünnepre szeretnétek, de még a teteje is ilyen kis slime forma. És hogyha mondjuk a szülinapja közelebb van a Halloweenhez, akkor tehetek bele egy ilyen kis pókot, akkor még jobban meg fog ijedni. Fúj. De jó, bogárkák! És van ilyen kéz, meg fül. De hát a slime-ban ez a lényeg, gyerekek. Hogy gusztustalan, igen, gusztustalan egy picit az, de ettől még nagyon jó vele játszani. És egyébként 100%-ig gyerekbarát szóval. Nagyon jó, igen, tehát azért is tudjuk ajánlani ezt a játékot, mert rajta van a dobozán, hogy méreganyagmentes, abszolút gyerekbarát, úgyhogy biztonsággal játszhat vele bárki. Na Mollika, akkor szerintem most szereld össze ezt a kis mixert, mert ugye van hozzá ez a kis, amit egy kis turmix gép. Na hát akkor nézzük, mert ez nagyon izgalmas, ilyet még nem láttam és nem is próbáltunk még ilyet. Játékhoz ilyen kis matrica készlet, úgyhogy fel tudjátok matricázni az oldalát, hogy ki készítette ezt a slime-ot, ezt a slime DIY-t, vagyis a saját kezűleg készült slime-ot. Megvan a mixerünk, nagyon jó pofa, de ezzel még nincs készen a mi kis gyárunk gyakorlatilag, hiszen van itt még egy csomó hely, ahová lehet beletenni a porokat, a csillámport, a konfettit és ezeket a kis állatkákat. Akkor most megkérem Mollikát, hogy rendezze be ezt a kis gyárat teljesen.
Akkor nézzük az első slime-ot. Gyorsan keverjük össze a port a vízzel, hogy ne legyen csomós, majd amikor kicsit összedolgoztuk a spatulával, akkor rátesszük a shaker tetejét, vagy ennek a mixernek a tetejét, és gyors mozdulatokkal 2 percig kell keverni. Egyébként minden információt leteszünk majd ide a leírásba, hogy mi hol szereztük, hol találtuk ezt a játékot, úgyhogy aki meg szeretné rendelni, akkor azon a linken, ami itt lent van, megrendelheti. Ezzel a kis kvázi habverővel kell kevergetni egészen addig, amíg össze nem áll a slime. 2 percet ír, hogy 2 percig kell kevergetni. Aztán, amikor az megvan, akkor leveszitek a tetejét, és hagyni kell még egy 5 percig állni, hogy a levegő hatására még jobban összeálljon ez a mi kis slime-unk, és nagyon klassz lesz a végeredmény. Természetesen már rögtön az elején bele lehet tenni a csillámport is akár, akkor ebből a kis színes flitterekből is lehet beletenni, de a kis bogarakat, meg a fülecskét, tehát ezeket a kis meglepetéseket, ezeket csak a legvégén, amikor a slime már összeállt, és amikor már teszitek bele abba a dobozkába, amiben majd ugye ajándékként odaadjátok a barátotoknak, barátnőtöknek. Mi nem az elején tettük bele, hanem most már így félig meddig jó a slime, még most is bele lehet tenni. Na elkészült, összeállt a slime-unk, nézzük meg, Mollika! Hát nagyon jó lett, de tényleg! Tehát nagyon szépen összeállt, tényleg hagyni kellett pár percet állni, hogy a levegő hatására még egy kicsit stabilabb legyen, de nagyon jó pofa lett. Készült a mi kis slime kígyónk, nagyon jól néz ki egyébként. Ebbe a pirosba egy kicsivel kevesebb vizet tettünk, ezért egy picit masszívabb, inkább a gyurmához hasonlít, de nagyon jól lehet vele játszani. De közben csináltunk egy másikat is, egy sárgát, amihez egy picit több vizet adagoltunk. Lehet hozzá még vizet adni, hogyha úgy gondoljátok, hogy túl masszív lett a slime, akkor fölveszi a vizet, és lehet egy picit folyósabbá tenni. A sárga egy picivel folyósabb, és nagyon jól néz ki. Biztos ti is vettetek már olyan slime-ot, amiben bele lehet így az ujjatokat dugdosni, és ilyen vicces hangot ad. Na hát ez is olyan, megmutatjuk. Nagyon jól nyúlik, Molly, nézd! Azta! Nagyon klassz, nagyon jól nyúlik! Egyébként, hogyha elfogyott volna, ezeket ilyen egyes kiszerelésben is lehet kapni a boltokban. Igen, tehát hogyha elfogy a készletből a hozzávaló por, akkor egyesével is meg lehet őket vásárolni. Ezekben is minden benne van. Tehát van benne egy por, van benne egy flitter, és van benne egy ilyen meglepetés állatka. Tehát ebben a kis shakerben is össze lehet állítani, bele kell tenni ezt a port, a megadott jelig feltölteni vízzel, utána mehet bele a flitter, ebből összeáll a slime, és csak a legvégén kell az állatkát beletenni.
Hát megint nagyon jól szórakoztunk ezekkel a kis slime-okkal. Szerintem ezzel mindenki nagyon jól fog szórakozni, aki kipróbálja. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok.